keeping it real, you know what I'm saying? Hey. Kedves nézőmet, ismételten Farm Simulatorral jelentkezem. Most jelen pillanatban elméletileg ez a videó, amikor fölkerül, akkor pontosan szilveszter lesz, tehát nem sokára kocintunk, úgyhogy nem sokára új év van. Ezért mondhatom, hogy az év utolsó Farm Simulatora, amit fogtok tőlem látni. Viszont nem a Farm Simulator utolsó része. Tehát nem kell befosni, lesz még nyugi. Meg nagyon sokan mondjátok, hogy mikor lesz már. Hát, ha én azt tudnám, hogy mikor lesz, akkor már rég szóltam volna. De az a helyzet, hogy elég sok minden van. Hát, hogy mondjam pontosabban, hogy ne nézzek ki hülyének. Na, tehát elég sok dolog van, amit be tudnék mutatni a játékon, csak rohadtul kevés időm van rá. De nem kell befosni, hetente egy rész lesz, úgyhogy mindig, amikor van időm, csinálok mi a fenét videót, igen. Jó, én sem tudom, hogy mit mondok. Nekem nincs lámpám, igen. Hát bunkó vagyok, baszki. Hát egyébként már le kellett volna térni. Na nézd meg most, emiatt a kis szar csimbók miatt most kicsúsztam. Itt van egy súly. Na, úgyhogy... Várjátok már, hátra rakom a fülesnek a kábelét. Hát, nehogy belecsörögjön a mikrofonba, itt már lehet, hogy párszor belecsörgött, na mindegy. Ott csináltam valamit, nem. Nem csináltam szart se. Na, mindegy. Arra akartam kiukadni, tehát, hogy ha van időm, én csinálok én videót, csak nem biztos, hogy van időm. Na már most valaki kitalálta, hogy vegyek ilyen platós cuccot. Mi a szar az? Egy ilyen platós teherautót, vagy mi a szart, na ezt a nyerges vontatós cuccot, meg hozzá egy ilyen platót, és basszak rá valami geci nagy traktort, ez mi a szar. Hű, ez valami állat, nagy állat. Teszünk rá valami hasznot is csináljon. Jó. Tehát géppel ez nagyon vagány, mondták, hogy miért nem veszek csuklós cuccokat. Jó, ügyes vagy. Öcsém, ezzel bitang nagy fákat meg lehet mozdítani. Na most jön a kocsi. Az elmebeteg. Tudom egyébként le lehet nyitni a plató hátulját, de tök felesleges. Azt láttad? Álló helyzetben megfordultam 180 fokot. Na ezt nevezem én kocsinak, komolyan kérek egyet ilyet karácsonyra. Ja, hogy már volt karácsony, bassza meg. Nem baj, új évre majd beszerzünk egyet. Az kapcsolási hang nélkül be is fel is tette. Úrunda. Ez is ilyen terepjáró kivitel. Annyira a San Andreasból előjön ez nekem, hogy aláállok és föl is szedte azt a cuccot. Hoppá. Most egyébként lekapcsoltam, ahelyett, hogy felkapcsoltam volna. Na. Na, fönn van. X-el. Nyissuk csak le. Nyissuk. Lenyitjuk. Az igen, már keresztbe karsba megy a Verda. Szerintem rohadt tetű lassú lesz.
Ezt mondták, csináljam meg? Hát mondom, megcsinálom. Meg azt mondták, hogy a homegomba villogó. Ó, nagyon kömény, magos. Hát ezen beszar a üvetű a duda, mondjuk nem tudom milyen felindultságból, na mindegy. Azt mondták, hogy ne csak fát vágjak, hát jó, én értem én, hogy ne csak fát vágjak, de jelen pillanatban még nem nőtt ki semmi olyan szintre, hogy bármit is tudnék vele csinálni. Hát elmondom neked, gyerek, hogy ez már szarul néz ki, tehát az, hogy amennyivel ez itt fog nekem bírni menni, igen, van egy érdekes beszédem, már keresztbe haladok, csesz meg, ladával nem lehet így keresztbe haladni. De az a szomorú helyzet, hogy meg se tudok vele állni. Akkora hatalmas súly van rajta. Na látod, tényleg jó kicsesztél velem. Na nem baj, egyszer mindent... Jó, elengedjünk. Mennyi az a szarra. Hát, hogy így könnyebb. Hallod, keresztbe tudok vele haladni, mert máshogy nem megy. Menjél már vissza egyenesbe. Na, ez beszarás. Ez jó volt. Ez tetszett, ez jó ötlet. Várjál most, minek kéne menni? Hallod, gyerek? Nem fogok soha odaérni. De csak azért mennem, mert egyszerűen nem tapad a kocsi. Kipörög, és nem megy. Nyerges vontató nem pörögne ennyit. Nem tudom, mit akarsz, kemény 17-tel csutkán megy fölfele. ...22, 23, 25, 26. Még lehet, hogy sebességet is vesz föl mindjárt. Aha, nem, domb. Azt hitted, itt hozom föl még, igen, hát ott tényleg kínszenvedés lenne, úgyhogy nem. Szerintem itt is ugyanúgy meg fog állni, mint a másik dombon, hanem még jobban. De itt már nem olyan meredek, vidd már föl. És most van az, hogy előre megy a kocsi, de hátra gurul. Vagy nem. Igen, de. Most mi a szart csinálják ezzel? Jó, megszivattál, de tényleg. Na, de megfogott hátul egy kocsi. Toljatok már meg, léci. Se előre, se hátra, kész. Lehet, hogy tényleg hozni kéne egy nyerges oldatót. Bazd meg. Gézzünk egyen. De most mi a szar? Ezt akasz már vissza. Beállok úgy, hogy nem így. Most meg mi a baja? Csak szimplán hülye. Olyan lendületem volt. Beszartam. Majdnem el is hittem, hogy egyébként föl tudom hozni. Kú. Ne ezt rag le, te hülye. És nem értem, ha le tudtam rakni, akkor miért nem tudom fölvenni. De ne állíts vissza egyenesbe. Menjél jobbra. Na jó van, gyerekek, ez így hülyeség. Gyerünk. Múvoljad már magadat. De az a szerencse egyébként, hogy tartják. Oldalról. Na jó. Leakaszkodok róla. Visszamegyek egy nyerges vontatóért, baszki, mert ezzel így nem fog menni.
Nagyon jó ötlet volt tényleg, de nem. Azt láttad mi? Olyan kanyar volt, hogy én is beszartam rajta. Ezt majd mindjárt visszajövök eladni. Nem tudom most miért megyek el, na mindegy. Ó, és még azt mondják, hogy nem tudok vezetni. Ja, tényleg nem. Na mindegy. Kocsival kéne felállni rá, na mindegy. Nem ebbe, abba szállj már be. Nem fog ide férni egyébként a nyerges. Nyereges. Jó. Várj, de ha ebbe ülve veszem meg a nyergest. Hopp, nem. Igen, hol van? Ezt annyira imádom. Milyen színű nem volt még? Sztumsárga már van. Vörös már van, legyen világos kék vagy. Ez azt tudtam. Na, olyat se veszünk többet. Ennyi, kipróbáltam, nem? De na hát akkor kész vége. Olyan dugót okoztam. De az a helyzet, hogy ő se fogja fölvinni, tehát... És nem, ő elviszi bazzeg. Ja, csak szólni kéne az Ódisnak, hogy ne jöjjön ma a seggembe, mert a másik kocsival is föl kéne erre állnom. Kösz, hogy elütöttök mind. Igen, ez volt a hiba. Ezzel meg szépen fölcsusszanunk rá. Mondja neki, ne csúszson, bassza meg. És olyan szépen betolja. Hop. Tökéletes. Jó, hát ez egy kicsit a levegőben van, de semmi baj. Ez visz mindent. Tessék, mindenki a helyére kerül. Merre is kell itt mennem? Bazd meg, ne gyere már nekem. Még egy úttal odébb. Hol lesz az fa? De miért van ilyen nagy szürkület? Jó, hát mert mondjuk szürkület van, tehát miért van szürkület? Na vajon miért? Mert szürkület van. Bevágta a kanyart rendesen. Miért érzem úgy, hogy el fogják állni az utamat? Mert mondjuk elállják az utamat? Jó dzsúvás a gép.
Na gyerünk. Igazából pontosan, hogy a mostani rész miről szóljon, hát nem tudom, passz. Értelmes dolgot most nem tudok fölmutatni. Jelen pillanatban. Csak ezt kipróbáltuk, hogy a kocsival nem lehet vontatni ilyen nehéz súlyt, mert meghal, mint a szar. Viszont magát gyorsan viszi. És most látjuk, hogy egyébként a kamion meg elég gyors gépezet, úgyhogy vagány parkolás után le is raktam a kocsit. A kocsival már nem is kell foglalkozni. Van egy ilyen fa állítógépem. A másik kérdésem a játékkészítőkhöz szól, hogy a jármű miért nem koszosodik. Na miért nem? Ha már minden más koszosodik egyébként. Ne úgy hívjuk már, hogy koszosodik, mert elég fosul hangzik. Na, de mi? Minek is kéne pontosan hívni? Retegződik, de hát az megint egy igen érdekes szóhasználatra vallana. Na, itt soha nem tudtam fölmenni. Olyan domb, hogy lekapja a sebességét. Anyád, és ez meg fölment. Jó, szia! Ne akarják kifarolni. Egyébként nem biztos, hogy játszottak eleget a fejlesztők ezzel a játékkal, mert nem vették észre, hogy úgy kifarol a jármű, hogy ez valami hihetetlen. Oké, hogy én is hülye vagyok, mert nyomom neki, mint állat, de egy ilyen erősebb kanyarnál úgy kicsapja a utánfutót, mint most, figyeljed, és kimegy szélre, és én meg bum bele, azt a rohadt. Ezt már múltkor eljátszottam. Nem baj, rajta maradt. Á, most már nem. Nem baj, befoglaljuk mindkét utat. Az a fontos. Ennek még be kell melegedni, ennek a szarnak. Na. Ezen ezt a fatelephez elvisszük. Mármint, hogy arra a fatelepre, amelyikre én gondolok, ahol fát bányászunk ki, mint valami ércet. Na gyerünk. Már rajta van, már most már mehetünk. Igen, egyébként hamarabb kellett volna lekanyarodni, akkor itt jöttük volna le. Na mindegy. Semmi baj. Kérem tudom, így ezt az egy gépet most 60-nal hozza. Op. Állj már meg. Ez szerintem csapda. Na mindegy. Na, lejössz még ma? Gyere már le! Nem vágom. Hogy ennek most miért ilyen fizikája van? Mindegy. Igen, jól látszik, hogy mit művelek. Hülyeséged, de semmi gond. Egyszer mindent el kell követni.
Jó. Most ezzel meg elindulunk. Haza kell vinni egyszerre az összes gépet. És hát ez tűnik a legegyszerűbb megoldásnak. Meg a legbiztonságtalanabbnak is. Úgy csúszik, mint a szar. Tudom, hogy nem ilyen dimbes dombon kéne vinni, mert mindjárt le fog szakadni a fele. De most ez van. És várjunk, csak erre menjünk. Hát ez beteg. Azt hittem letépi a fa izét, teherszállítmányomat. Hallod, én itt most betérek előtted. Jó, azt mondta, hogy jó, rendben. Itt visszagyorsulunk és föl tudunk menni arra a cuclira. Rá zsír. Ez a visszagyorsulunk az eléggé lassan történik meg. És nem mondod, hogy itt is utunkat állják a gépek. Most mondd meg, ez miért jó. Most tudom, hogy ez melyik terület. Várjál, hogy van a térkép így. Ez az. Jó. Egyébként le fogom cserélni a traktorokat. Az összeset, mert hogy találtam egy jó traktort, ami lánctalpas és nem csuklós. És mellesleg kék. Tehát az a... milyen? Nem tudjam én milyen. Olyan, na, az a lényeg. Most elfelejtettem a márkáját. New Holland vagy mi. Nem biztos, hogy jól mondom ki, de az legalább. Na, húzzál már bele, mert nem érek rá holnap estig. Mert addigra egy új év lesz. Na. Gyerünk, 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 gyerünk. Guruljá, 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 guruljá. Ops. Az irányítás az itt még nincs. Egyébként le fog esni a hátsó kamion, na mindegy. És innentől kiviszem azt a pár kombány, nem tudom, hogy hány van, kettő, azt hiszem. Igen, egyébként még rohadtul semmit nem csináltam. De hát azért van lassúra leállítva a játék, hogy legyen idő mindent megcsinálni. Nem biztos, hogy ez most előnyös. Azt mondják, hogy állítsam garázsba például most a kamionokat. Milyen garázsba, őszintén, milyen garázsba? Nincs itt sehol garázs, baszki. Meg minek? Nézd meg, milyen jól eljátszok én azzal, hogy ennyi trailerem van, meg minden. Minek nekem garázs? Mert valami bazi nagy dömperre ráállni a kettőre. És multiplayerbe így ketten lehet levinni egy nagy gépet. Ó, de hát az kéne egy multiplayer. Na, tudtam, hogy van teleportom. Ja. Azt akartam megnézni, hogy erre mifelék laknak. Mi van? Mifélék laknak, na mindegy. Még az, hogy ott van-e még egy izé, egy kombájn, hogy ne lenne? Hülye tyúkok. Na akkor vele elmegyünk a tett helyszínére.
Azt mondják, tudom húzni a vetőfejet magammal. Semmi gond, de nem, nincs rá szükség. Jelen pillanatban. Amíg elfér az úton. Ha nem fér el, akkor gáz van. Egyébként kösz az információt, mert nem húztam volna soha azzal. Úgyhogy... ez nem rossz. Na, ide jöttem. Itt fogjuk kezdeni a betakarítóst. Na, meg majd mindjárt eladogatom az összes traktort, mert... itt a traktorok közül kiválasztottam a... a... esztet. Ugye milyen szépen mondtam esztet. Na, ennek van lánctalpa, és rohadt gyors, rohadt erős. Jó, mondjuk nem erősebb, mint ez, de... ezeknél viszont erősebb, meg ennél is, úgyhogy... ilyeneket fogok venni csak. Ez pont jó. Nulla a tiéd, akkor ilyen garázs. Látod, mert van ilyen kis lószar. Eladás, nem kell az. Mindent eladok, mert egyébként tök feleslegesen vásároltam meg egy csomó szart. Egyébként ezt azért vettem, mert nem kell rá súly. Mert elején van. Nem értem, miért nem lehet eladni az összeset. Nem értem, miért kell ennyire megbonyolítani azt, hogy el tudjam adni. Rámegyek, eladás, eladás, jó. Igen, most eladom azt a szart is. Meg azt is eladom. Kombájnokat nem, mert abból még nem nézegettem újat. Azok is maradnak, az eszközök is maradnak. Tartálykocsim is van. Minden más megmarad. Ebből hány darab van már egyébként? Három. Mi a francnak? Ezeket a gépeket viszem azzal csak. Nem baj, veszünk még egyet. Vannak állatok, csirke meg izé, másikat még nem vettem, vettem ilyen szart. 24 darabot. Emléletileg rohadt sok pénzt hoz. Ez mennyire igaz, azt már nem tudom. Ezt mindjárt megnézzük gyorsan. Ivettű. És... anyagiak ma. Egyebek. 1 millió. Bevétel. Küldetés, üzé. Ingatlanok fönntartása, jármű üzemeltetési költség. Építési költségek. Ez nem tudom mi a pöcsöm. Na mindegy, de ez, szerintem ezek a járművek, nem a új járművek azok ez. Tehát nem tudom mi viszi ez. Hop-hop. Most van az, hogy vége kéne, hogy legyen a videónak. Országok fenntartási költsége. És összesen egyenleg. Az komoly. Na mindegy, ez az egyebek, ez nagyon jó hozza egyébként a árat, mit tudjam én mit visszafele, lóvét. Egyébként kár, hogy itt nem működik a görgővel való jobbra balra görgetés, mert az frankó lenne. Na jó van gyerekek, én köszönöm szépen a figyelmet, a következő videóban a traktorok lecserélésével fogok foglalkozni, és az eddigi felhasznált eszközök megtisztításával. Ilyen szutyi időben hát nem igazán tudok csinálni semmit, úgyhogy már is ugyan innen fogom folytatni tovább. Köszönöm a figyelmet, csőztök!